az önkormányzati gazdasági társaságok egyre nagyobb, tartós kötelezettség vállalását. Tapasztalataink megerősítették, hogy a korszerű és megbízható nemzetgazdasági tervezési rendszer nem csak a nemzetgazdaság és benne az államháztartás fejlesztése szempontjából szükséges. Az átláthatóbb és kiszámíthatóbb állami működés a közbizalom megerősítése érdekében is igen lényeges. Halaszthatatlannak tartottuk az éves költségvetés szerkezetének, tartalmának és a tervezés módjának átfogó meghatározását lehetőség szerint egy új közpénzügyi törvényben. A hazai közigazgatási és közpolitikai gyakorlatban is egyre nagyobb hangsúlyt kap a hatékonyság, a takarékosság. Teljesítmény ellenőrzéseinkkel a nagy ellátó és közigazgatási rendszerek működésének a beruházások, a köz- és magánszféra gazdasági kooperációja egy-egy szeletének hatékonyságát vizsgáltuk behatóban. Eredményeink hasznosítása meggyőződésem szerint hozzájárul az átláthatóság, az elszámoltathatóság és ezáltal végső soron a közbizalom jelentős javításához. Teljesítmény ellenőrzéseink közül, csak példaként említve, azon ellenőrzési eredményeinkből emelek ki néhány gondolatot, amelyek kapcsolódnak a nemrég elfogadott nemzeti reformprogram témáihoz. Tisztelt Országgyűlés! A felnőtt képzés feltételrendszerének ellenőrzése alapján megállapítottuk, hogy az állami támogatású felnőtt képzési rendszer csak részben volt eredményes, aminek az az oka, hogy korábban nem valósult meg az információs és pályakövetési rendszer, valamint nem került sor az eredményesség mérésére. Csökkent a hátrányos helyzetű felnőtt lakosság részére indított képzések száma, ezáltal nem történt előrelépés a regionális feszültségek enyhítésében. Ráadásul a támogatott képzések szervezete csak részben felelt meg a gazdaság szereplőinek elvárásainak az elmúlt időszakban. Javaslatainkat a felnőtt képzés teljes rendszerének megújítása, illetve az új felnőtt képzési rendszer előkészítése során az illetékes minisztérium ígérete szerint figyelembe veszik. Az energiafelhasználás racionalizálásának ellenőrzéséről szóló jelentésünkben jeleztük, hogy a kidolgozott energiatakarékosság és energiahatékonyság növelési stratégia megvalósítása hozzárendelt források hiány nem volt sikeres. Nem volt biztosított a stratégiában felsorolt célok egzakt meghatározása, a cselekvési program lépéseinek mérése és nyomon követése. Sajnos az ilyen következtetések általánosíthatók a közpénzgazdálkodás más területein is. Azaz a közpénzek jobb hasznosításához szemléletváltozásra lenne, vagyis van szükség. Ezt szolgálta a jelentéseinkben megfogalmazott javaslataink közel harmada, amely a hatékonyság javítását, a feltárt hibák megszüntetését célozta. A 2010-ben a tárcáknak tett javaslataink fele a jogszabályok összehangolásával, módosításával függött össze, és számos javaslatot tettünk az elszámolási, finanszírozási és nyilvántartási rendszer átalakítására is. Javaslataink nyomon követése kapcsán kapott tájékoztatás szerint a 2010-ben közreadott jelentéseinkben megfogalmazott javaslatok több mint 70%-a eljutott a megvalósítás valamely szakaszába. Az önkormányzatok gazdálkodási rendszerének több éves ellenőrzési megállapításai, javaslatai hozzájárultak ahhoz, hogy napirenden van az önkormányzati rendszer átalakítása, az önkormányzatok feladatainak újragondolása. A szervtranszplantációról és a donációról szóló jelentésünk rámutatott nemzetközi összehasonlításban Magyarország lemaradására, és javasoltuk a terület fejlesztését, aminek látható eredménye az, hogy 2010-ben a transzplantációk száma 14%-kal emelkedett.
ajánlásainak megfelelően a tüdőtranszplantáció új alapokra helyezése érdekében új szerződés kötött a Semmelweis Egyetem a bécsi partnerrel, valamint a jelentésben foglaltak hasznosulásának irányába tett további lépésnek tekintető, hogy Magyarország megkezdte csatlakozási tárgyalásait az Eurotransplanthoz. Foganatja volt például a zárszámadási jelentésben az uniós fejlesztéseket érintő jogszabálymódosításokra, a költségvetés véleményezése kapcsán a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék jogszabályi rendezésére tett javaslatainknak. Kiemelkedő még az, hogy javaslatunknak megfelelően módosult a közbeszerzési törvény, jogorvoslati eljárás kezdeményezési határideje immáron tudomásra jutástól számított 3 év a korábbi eggyel szemben. Az állami számvevőszék nem hatósági szerv. Az ellenőrzöttekkel szemben nincs szankcionálási jogosítványa. Szerepe a jogszabályellenes cselekedetek feltárása esetén a felelős személyekkel vagy szervezetekkel szembeni eljárás kezdeményezése. 2010 első fél évében 3, második fél évben 6 büntető eljárást tettünk, amelynek alapján nyomozások indultak. Jelentéseink nyilvánosságával, valamint a hatósági megkeresések teljesítésével adatok, tények, tartalmazó dokumentumok átadásával támogatjuk a büntetőügyben eljáró szervek tevékenységét. A számvevőszék ellenőrzései során nem csak hibákat tár fel, hanem találkozik előremutató gazdálkodási megoldásokkal, jó gyakorlatokkal. A jó példák terjesztését felvállalva szemináriumsorozatot indítottunk útjára, melynek sikerét a rendkívül nagy érdeklődés jelzi, egyben igazolja a kezdeményezés helyességét. A tavalyi év második felében 2 konferenciára került sor, melynek közel 300 önkormányzati vezető, polgármesterek és jegyzők vettek részt. Tisztelt Országgyűlés! A jó és megbízható minőségű, hatékony és eredményes számvevőszéki feladatellátás megalapozásához színvonalas, bár kevésbé látványos szakmai, módszertani és szervezetirányítási támogató, valamint fejlesztési tevékenységek szükségesek. Annak, hogy a jelentéseink a szándékolt hatást kiválthassák, változásokat idézzenek elő a gazdálkodási, szabályozási környezetben, csupán egyik eleme a szakmai megalapozott tartalom. A háttérben végzett támogató tevékenységek, így a kutatóintézetünkben folyó tudományos munka, a nemzetközi kapcsolatok ápolása, a módszertani fejlesztések, a megfelelő informatikai háttér kialakítása, kommunikáció, a parlamenti kapcsolatok összehangolt feladatellátása biztosítja, hogy az állami számvevőszék végső produktumai, a jelentések megfeleljenek a hazai és a nemzetközi standardekben is megfogalmazott szakmai kritériumoknak. Az Állami Számvevőszék Kutató Intézetének legfontosabb feladata, hogy kutatási tevékenysége során ellenőrzési tevékenységünket és ezáltal az Országgyűlés munkáját háttértanulmányokkal, illetve összegző értékelő tanulmányokkal segítse. 2010-ben a legfontosabb kutatások a közigazgatás kompetencia alapú struktúrájának kiépítési lehetőségére, a közszféra és a gazdaság versenyképességére, a turisztikai fejlesztések támogatásának hatékonyságára és a nemzetgazdasági tervezés megújítására összpontosultak. A korrupciós kockázatok feltérképezésén keresztül az integritás alapú közigazgatási kultúra elterjesztésére irányul az az Európai Uniós kiemelt projekt, amelyet a számvevőszék 2009 végén indított el. Ennek az európai összehasonlításban is újnak tekinthető módszertani fejlesztésnek a segítségével hamarosan átfogó képet kaphatunk a költségvetési szervek működésének korrupciós szempontú kockázatairól, valamint az e-kockázatokat mérséklő intézményi kontrollrendszerek állapotáról. 2010-ben megtörténtek azok a szakmai és technikai előkészületek, amelyek alapján ez év elején megkezdődhetett a 7 éven át tartó országos adatfelvételi sorozat. Tájékoztatónkban bemutatjuk azt is, hogy milyen szakmai szálak kötik intézményünket az élenjáró nemzetközi ellenőrzés szakmai életéhez. Hangsúlyt helyezünk arra, hogy a nemzetközi szakmai kapcsolataink számvevőszék hazai ellenőrzési feladatainak magas szakmai színvonalon való ellátását szolgálják.
A nemzetközi kapcsolattartás rendelkezésre álló források felhasználása során arra törekedtünk, hogy az általunk megszerzett tapasztalatok és ismeretek az ellenőrzési munka korszerűsödésén keresztül hasznosuljanak. Nemzetközi szakmai életben való részvételünk két fő tevékenység köré csoportosítható. Az egyik a módszertani fejlesztések támogatása, a számvevőszékek szövetségének munkabizottságai, amelyekben intézményünk jelenléte folyamatos, kidolgozták, majd a 20. kongresszuson elfogadták a legfőbb ellenőrző intézmények nemzetközi új standardjait. Ezen 40 új ellenőrzési standard fordítását, szakmai lektorálását, a közeljövőben történő adaptálását és alkalmazás érdekében megkezdtük. Lehetőséget látunk az ellenőrzési gyakorlatban közvetlenül hasznosítható tapasztalatok és a napi gyakorlatba illeszthető szakismeretek megszerzésére a nemzetközi közös összehangolt ellenőrzések lefolytatásán keresztül. Hiszem, hogy hazánk nemzetközi megítélésének javítását szolgálja a számvevőszék aktív közreműködése a legfőbb ellenőrző szervezetek szövetsége munkacsoportjainak tevékenységében. A mi koordinálásunkban dolgoztak ki több ország számvevőszéke a minőségi irányítás javítását célzó új gyakorlatokat bemutató útmutatót, az Európai Nemzeti Számvevőszékek és az Európai Számvevőszék együttműködését koordináló kapcsolattartási bizottság előtt számoltunk be a transzeurópai közlekedési hálózat 5. korridorjának a vasútfejlesztési beruházás koordinált teljesítmény ellenőrzésének előrehaladásáról. A közös ellenőrzés intézményünk irányításával és közreműködésével zajlott le. A módszertani fejlesztéseink közül fontosságánál fogva ki kell emelnem az önkormányzatok helyszíni ellenőrzésére történő új kiválasztási módszerének kidolgozását. A kiválasztás alapja a kockázatok előzetes feltárása és értékelése valamennyi önkormányzatnál ennek segítségével korlátozottan rendelkezésre álló ellenőri erőforrásaink magasabb vagyoni, pénzügyi kockázattal működő önkormányzatok ellenőrzésre fordítjuk. A legkockázatosabb önkormányzatoktól az automatikus kiválasztási mutatók erősítését, gyengítését és kiegészítését szolgáló információkat kérünk tanúsítványban. Ezen információkat elemezve hozzuk meg a döntést a helyszíni ellenőrzésekről. Informatikai fejlesztéseink a számvevői munkavégzés feltételének biztosítását szolgálják. Ennek érdekében együttműködési szerződés jött létre a Magyar Államkincstár, a Zsíró ZRT és a számvevőszék között, hogy az ellenőrzéseinkhez szükséges pénzügyi adatok a központi költségvetési intézményeknél egységes szerkezetben az ellenőrzések igényeit figyelembe véve álljanak rendelkezésre. Az ellenőrzési munka hatékonyságát javítja, hogy a helyszíni ellenőrzést végző számvevőket fokozatosan ellátjuk megfelelő eszközökkel. Új középtávú stratégián kiemelten foglalkozik kommunikációs célkitűzéseinkkel, hisz szakmai tevékenységünk, eredményeink nyilvánossága közérdek. 2010 második felétől lehetőségeinket felmérve minden területen dinamikusabbá tettük sajtótevékenységünket. Célunk, hogy a számvevőszék legyen az elsődleges hírforrás saját hírei, tevékenységei és eredményei tekintetében. Internetes fejlesztés keretében megkezdtük a számvevőszéki hírportál szervezését, elindítottuk működését, átalakítottuk intézményünk hivatalos honlapját. 2010-ben közel 140 ezer látogató kereste fel a honlapunkat, külső internetes címről pedig 56 ezer alkalommal töltöttek le jelentéseinket. Elengedhetetlenül fontosnak tartjuk a sajtó minél tovább jobb tájékoztatását. 2010 első félében sajtótájékoztatóra nem került sor, a második félében azonban 18 sajtótájékoztatót tartottunk, ebből 9 vidéki nagyvárosban kapott helyet. Újdonság, hogy 2010 szeptemberétől már nem csupán a megyei és megyejogú városokban, hanem a fővárosi kerületekben is sajtótájékoztatón ismertettük a jelentés megállapításait. Tisztelt ház, tisztelt képviselők! Külön öröm számomra, hogy tájékoztatom önöket a jövő aktív formálására vonatkozó elképzeléseinkről, terveinkről, és azokról a kihívásokról, amelyekre választ kívánunk találni.
2010-ben a választott vezető nélküli bő fél év a korábbi létszámfeltöltési zárlat, valamint a szervezet alakítási és kinevezési jogkörök hiánya miatt a költségvetési gazdálkodás is csak a legszükségesebb kiadásokra korlátozódhatott. Ebből következően az első fél évben új projektek, terven felüli ellenőrzési feladatok nem indulhattak, és indokolt fejlesztések maradtak el. Ennek következtében jelentős előirányzat maradvány jött létre, nem terhelve kötelezettségvállalással, miközben folyamatos ingatlan bérlet apasztja a kiadási oldalt. Garanciaváltás, generációváltás zajlik a számvevőszéknél. 2010-ben az öregségi vagy kedvezményes nyugdíjra jogosult munkatársak közül többen választották az előnyösnek vélt feltételek melletti visszavonulást. Ezzel párhuzamosan az év második felében fokozatos létszámépítés kezdődött, melynek során 33 fővel gyarapodott az állományi létszám. Beindítottunk egy gyakornoki programot, amelynek keretében fiatal diplomások szakmai elkötelezettségét mélyítjük el. Egy intézménynél a feladatok és az erőforrások közötti megfeleltetés az intézmények szervezeti felépítése határozza meg. Ennek miensége nagyjából befolyásolja a működés, a feladatellátás hatékonyságát, eredményességét. Stratégiai céljaink teljesítése és az átlátható működés érdekében megkezdődött a szervezet átalakítása, az információáramlás, a controlling, a munkafolyamatokra vonatkozó szabályok érvényesülését biztosító ellenőrzési rendszerek meghatározása, kiépítése, mind az ellenőrzési szakmai feladatok, mint az azokat támogató intézményi feladatok körében. A szervezet belső folyamatainak, szervezetének megújítását rendszer szemléletben valósítjuk meg. Már 2010-ben megkezdtük a vezetői információs rendszer megújítását, az új controlling funkció kiépítését, az ellenőrzési módszertanok felülvizsgálatát. Stratégiai célunk, hogy közérthető, tartalmas jelentésekkel segítsük az országgyűlés munkáját, emellett törekszünk a szorosabb együttműködésre, az intenzívebb bizottsági jelenlét kialakítására. A számvevőszéki vezetők és munkatársaik az új országgyűlési ciklusban közel 100 alkalommal közvetlenül személyes részvételükkel segítették az állandó bizottságok munkáját, valamint több albizottság, vizsgálóbizottság és eseti bizottság ülésén is részt vettünk. 2010-ben 3 jelentésünkkel kapcsolatban tehettem meg hozzászólásomat plenáris ülésen. Alelnök úr és én 7-7 alkalommal előterjesztőként vettünk részt bizottságülésen. 9 jelentésünkhöz összesen 48 bizottsági esemény kapcsolódott. A jövőben azt szeretnénk elérni, hogy jelentéseink még nagyobb figyelmet kapjanak önök, és ezt is ki is érdemeljük munkánkkal. A számvevőszék nem pusztán ellenőrzés szakmai szervezet, kizárólag az országgyűlésnek és a törvénynek alárendelt pénzügyi gazdasági ellenőrző intézményként a demokrácia érvényesülésének egyik alapvető garanciája. Céljaim szerint a megbízhatóság, a rend, az átláthatóság, a törvényesség és a szabályosság feltétlen híve. A számvevőszék jogállását, hivatalszerű működését az új alaptörvény is megerősíti. Tisztelt országgyűlés! Örömmel vettük, hogy az országgyűlés a sarkalatos törvények közül elsőként a számvevőszékről szóló törvény megalkotását vette napirendjére. A környezeti változásokból eredő elvárásokhoz igazodva az állami számvevőszékről szóló törvénytervezet az értékek megőrzése mellett a megváltozott környezeti feltételekhez igazítja a szervezet működését, eszközrendszerét, eljárását. Azonban az országgyűléshez való viszonyunk változatlan. Az állami számvevőszék továbbra is az országgyűlés ellenőrző szerve, amely az alkotmánynak, majd az alaptörvénynek és a törvényeknek alárendelten működik. A törvénytervezet a törvényhozó és végrehajtó hatalom szétválasztásának elvéből következően a végrehajtó hatalomtól független ellenőrzési intézmény megerősítését szolgálja, melynek megállapításai és javaslatai a közpénzügyi fegyelem megteremtését, a közpénzfelhasználás hatékonyságát, biztonságát, az átlátható államháztartás elősítését segíti. Ismerve a világgazdaságban a világválság kialakulásában közrejátszott tényezőket, a közelmúltban tapasztalt közpénzgazdálkodási anomáliákat, az ellenőrzési intézmény megerősítése
nem halasztható tovább. A számvevőszék tervezett, megerősített jogosítványai azt a célt szolgálják, hogy ne maradhassanak következmények nélkül az ellenőrzések. A jövőben nem fordulhat elő, hogy az ellenőrzött szervezetek nem bocsátják rendelkezésünkre az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat, mert az ellenőrzést akadályozó magatartást, ha a tisztelt ház a törvénytervezetet megszavazza, szankcionálható lesz. A szigorítások nem csak az ellenőrzötteket, hanem magukat az ellenőrzőket is érintik. A törvénytervezet a számvevőszékkel szemben és az átlagosnál szigorúbb erkölcsi követelményeket, magatartási és összeférhetetlen szabályokat fogalmazott meg. A számvevőszék stratégiájában küldetésünkként megfogalmazott gondolattal köszönöm meg megtisztelő figyelmüket. Az állami számvevőszék küldetése, hogy szilárd szakmai alapon értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét és járuljon hozzá a jó kormányzáshoz. Jövő évben már arról szeretnék önöknek beszámolni, hogy a számvevőszék 2011-ben fontos lépéseket tett e közhasznú küldetés betöltése érdekében. Megköszönöm figyelmüket. Köszönöm, elnök úr! Tisztelt Országgyűlés! A határozati javaslat előterjesztője a számvevőszéki bizottság. Ülésükön kisebbségi vélemény is megfogalmazódott. Először megadom a szót Babák Mihály úrnak, a bizottság előadójának 15 perces időkeretben. Öné a szó. Milyen tisztelt elnök úr, államtitkár úr, tisztelt ház! Azt a feladatot kapta a bizottságunk, a Számvevőszék és Költségvetési Bizottság, hogy terjessze elő javaslatát az állami számvevőszék 2010-ről szóló tevékenységét bemutató tájékoztatóról, jelentésről. Terjedelmes anyagot kaptunk, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy nem bőbeszédűt. Taxatívet, felsorolást és nagyon fontos megjegyzéseket, amely a munkánkat segítheti. Nyilvánvaló, hogy ez a mai napon tárgyalt napirend, de 24/A és 24/B, egyik a jelentés, másik pedig a bizottság határozati javaslata, amelyet a tisztelt ház elé terjeszt nagy tisztelettel. Napirenden van tehát a J3137-es számú jelentés, amelyet a bizottságunk megtárgyalt, és szinte lehetetlen arról a vitáról összefoglalást készíteni, amely igen terjedelmes volt és méreható, de ugyanakkor nagyon hasznos és nagyon előremutató, amely a bizottságunkba folyt. Lehetetlen összefoglalni, már csak azért is, mert rengeteg értékes javaslat, érdekes, terjedelmes vita kapcsán fogalmazódott meg. Mint ahogy eddig mindig is úgy szokott lenni a költségvetési vagy számvőszéki és pénzügyi bizottságnál, hogy ha a napirendre kerül az állami számvőszék, akkor mélyen tisztelt elnök úr különleges aktivitást fejt ki, és nem tagadja meg tőlünk a hasznos utas javaslatait, hasznos tapasztalatait, és ezt nagyon jó szívvel vesszük. És nagyon fontosak számunkra, sőt a szervezet számára is elnök úr, mármint a bizottság elnökének útmutatásai. Milyen tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, a 2010-es munkája az állami számvőszéknek nem volt mindennapi. El kell mondanom önöknek azt is, hogy amit elnök nagyon helyesen hangsúlyozott az iménti vezérszónoklatában, hogy a törvényhozás, a pénzügyi ellenőrzés legfontosabb szerve az állami számvőszék, aki a végrehajtást, tehát a kormányt el is ellenőrzi. Tehát a végrehajtás és a kormányt is. Milyen tisztelt hölgyek, urak, most akkor vele szembe szíveskedjenek azt a tényt megállapítani, hogy 8 évig nem volt az állami számvőszéknek alelnöke, és 2009. december óta nem volt elnöke. Szóval, hölgyek, urak, tisztelt képviselőtársaim, a közállapotokra nyújt rátekintést, az a közállapot, amely az állami számvőszék kapcsán is megjelenítődött, mégpedig azt, hogy a kormányváltást megelőzően az országban is rendkívül állapotok voltak az ellenőrzést illetően és a tevékenységet illetően. Nem csak az ország volt nehéz helyzetben és lett nehéz helyzetben a kormányváltás időszakára, hanem az ÁSZ is. A törvényhozás legfontosabb ellenőrző szerve. Képzeljék el, hogy milyen közállapotok lehettek a pénzügyekbe, mikor ilyen vezető nélküliség magában a legfőbb költségvetés és végrehajtási ellenőrző szervnél vezető nélküliséget eredményezett. Milyen tisztelt hölgyeim és tisztelt
urak, tisztelt képviselőtársaim! Azokról az eredményekről, amelyekről az elnök úr beszélt, azt nem ismétlem meg. És az sem, ami a jelentésben van, mert fölösleges. Köszönjük a munkájukat, helyesen tették, a rendkívüli körülmények közt is, a lehetetlent is megpróbálták. Én úgy gondolom, hogy köszönettel tartozunk az ott dolgozóknak. Határozati javaslatunk pedig arról szól, hogy az országgyűlés megállapítja, az állami számvevőszék törvényi kötelezettséget teljesítette, tudomásul veszi az intézmény 2010 évi tevékenységéről szóló jelentést, valamint elfogadja az intézmény gazdálkodásáról szóló és készített független könyvvizsgálói jelentése és alátámasztott beszámolóját. Kettes számú pontban pedig úgy gondoltuk, hogy teszünk még egy javaslatot, a határozatban még pedig azt, hogy az országgyűlés támogatja az állami számvevőszék középtávú stratégiának célkitűzéseit. Hölgyek, urak, nem csak arról szólt tehát a határozati javaslat, hogy 2010-es jelentést elfogadjuk, hanem azt a stratégia elképzelést is jóvá kívánjuk hagyatni a tisztelt házzal, amit az állami számvevőszék nagy tisztelettel számunkra beterjesztett és elénk terjesztett a jövőt illetően. El kell mondanom még azt is, hogy a részletes és nagyon hasznos vita mellett 16 igen szavazatot kapott a jelentés, támogatja a tisztelt háznak általános vitára, ugyanígy szól a döntés a határozati javaslatról is. Egy tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül a tisztelt háznak javasolja tárgyalni és elfogadni a jelentést. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket! Köszönöm, képviselő úr! Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Nyikos László úrnak a bizottság kisebbségi véleményének ismertetésére 15 perces időkeretben. Önnél a szó, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót, tisztelt képviselőtársaim, kedves egykori kollégáim ott a Páholyban. Babák képviselőtársam korrekten ismertette a bizottsági ülés hangulatát, többségi álláspontot. Én örülök neki, hogy megerősíti azt a tényt, miszerint én, mint a bizottság elnöke, hát kénytelen vagyok hasznosítani, vagy közéteni azokat a tapasztalataimat, amiket vagy 20 éve szereztem. Ebből fakad aztán az a aktivitásom, amit itt hallhattunk a babák képviselőtársamtól. Ez az aktivitás azonban nem puszta ellenzékiségből fakad, hanem a szakma iránti alázat, illetve a szakma iránti tisztelet motiválja, hogy tudnék változtassunk azon a rettenetes helyzeten, ami részben a Domokos elnök úr tájékoztatójából is kiderült, meg ami jellemzi a mai magyar valóságot, hogy a közpénzekkel való elszámoltatás kultúrája az kétségbejtő helyzetben van. És ebben a parlamentnek is megvan a politikai felelőssége, majd erről is fogok beszélni. Ezek után, tisztelt képviselőtársaim, a kisebbségi vélemény, mint elhangzott Babák képviselőtársam részéről, elutasító és tartózkodó szavazatok is voltak a bizottságban. A következő okok miatt. Hát először is kezdem nem a legfontosabbal, mert ez végül is szemantikai problémának is nevezhető, vagy puszta kötözködésnek. De azért megemlítem, hogy ezt a beszámolót, ezt a Domokos úr tájékoztatónak nevezi. Na most lehet, hogy ez nem tudatos, ez a mögé érzett gondolat, hogy ez egyfajta lekezelése a parlamentnek, ami egyébként, mint tudjuk mindannyian, az országgyűlés gazdája, az országgyűlés megfelelős a számvevőszék, ez így van a hatályos törvényben, így van az alaptörvényben, így lesz az új számvevőszéki törvényben. Kérem, a tájékoztató a magyar fülnek úgy hangzik, hogy hát ez ilyen tudomásul vétel szolgál. A meteorológia intézet jelenti, hétvégi várható időjárás, eső lesz, medárd van, stb. Van, akinek ez tetszik, van, akinek nem. Tudomásul kell venni, erről vita nincs. A beszámoló az más. Beszámolni az szokott, aki valakinek valamiért felelős, és a beszámolójában leírja, hogy mit csinált, és aki erre jogosult, az megítéli, hogy ezt a fajta tevékenységet, amire a jogosultsága szólt, megfelelő szinten végezte-e. Ez tehát a beszámoló és a tájékoztató közti különbség. Én tisztelettel javaslom a Domokos elnök úrnak, hogy nevezze ezt a jövőben úgy annak, ami ez korábban is volt, beszámoló jelentés, és nem egy tájékoztató. Majd ezt a kormány oldal nyilván tudomásul fogja venni, illetve elfogadja, majd megítélik.
De én ezt a műfaji vagy szemantikai problémát fontosabbnak tartom annál, pusztán csak elnevelési gondot jelezzek mögötte. A másik, ami már inkább tartalmi kérdés, ugye Domokos elnök úr itt a szóbeli tájékoztatójában sem használta ki azt a lehetőséget, hogy legalább arról mondjon két mondatot vagy hármat, hogy a 2010-es esztendő abból a szempontból is sajátos volt, hogy nem